Thank you.
Most állunk itt 9. alkalommal, és nagyon büszke vagyok arra, hogy ebben a nehéz időszakban, amit mindenki tudja, nem is akarok róla beszélni, mert mindenki tudja, hogy miről beszélek, vagy mire gondolok, ezt a rendezvényt nem tudta megállítani semmi. És 2013-ban, amikor ezt elkezdtük, ugye 50 éves volt a társcsoport, és ezt is minden évben elmondom, ugye 50 éve, 2013 előtt, 50 évvel ezelőtt, ugye a lelkes tanítőnél Márta néni, aki még mindig itt ül köztünk, ő teremtett egy hagyományt, ő teremtett valamit, és mi ezt igyekszünk átadni, igyekszünk továbbadni, és nagyon remélem, hogy ugyanígy tudjuk folytatni, mert most ez a 9. alkalom is azt jelzi, hogy ezzel a felvonulással és az egész műsorral hagyományt tudunk teremteni, és szeretnénk ezt a továbbra is így továbbvinni. Az idő sem tudott nekünk úgymond gátat szabni, mert felkészültünk arra is, de hál' Istennek elzavartuk ezzel a nagy sátorral. Én úgy gondolom, hogy sokkal családiasabb így a dolog, és nagyon remélem, hogy élvezik a mai estét, és nagyon remélem, még hosszú lesz a mai este. Illetve még annyi feladatom van, hogy megköszönjem itt a minden résztvevőnek, mindenkinek, aki segített bármilyen szinten, tehát akár anyagileg a német önkormányzat, a hajósi önkormányzat, illetve a rengeteg táncos, illetve a táncosokhoz kapcsolódó bármilyen segítség, akár fizikai munka, mert ezt a sátrat is ugye közös erővel tudtuk felállítani, és ez az, ami minket úgy gondolom egy csoporttá tesz, hogy ezeket meg tudjuk oldani közösen együtt. És nagyon nehéz volt az, hogy sokáig nem próbálhattunk, és most megint nem tudtunk újat mutatni önöknek, mindenki ugye ismerte ezeket a táncokat, szerintem itt a nézők közül sokan nem is tudnak táncolni. De az, hogyha megszólal a harmonika, és ezúton kérem, hogy tapsoljuk meg a harmonikásokat. Akár a Bencét, akár a Bobi bácsit, akár a két másik fiatalembert, akik vagy a Jóskát, akik ezeket a több mint 100 éves hangszereket ugye a kezükbe veszik, és megszólaltatják, akkor az igazság, hogy tehát szerintem látszott rajtunk is, hogy mindenki libabőrös lesz. Tehát élvezzük azt, amit csinálunk, és délután is úgy voltam vele, hogy már nagyon régen nem volt semmiféle rendezvény, ugye a társcsoport is éveken keresztül szinte vissza kellett mondanunk a fellépéseket, mert hál' Istennek annyi helyre hívtak, és most 2 éven keresztül nem tudtunk sehova menni, és mikor itt a srácok elkezdtek zenélni, elkezdtek hangolni, és megszólalt a zene, én küldtem a többieknek az üzenetet, hogy gyerekek, ez nagyon jó, tehát libabőrözök, és nagyon jó buli lesz ma este. Erről a Sextet zenekar fog ma nekünk gondoskodni, akiket már jól ismerünk, úgyhogy nekik is nagy tapsot kérek. Még remélem, hogy azért a Svábában is találkozunk, illetve Városnapon biztosan, ugyanitt. Innentől kezdve mindenkinek jó szórakozást kívánok, és tényleg köszönöm a vendégfellépőknek, a Hartaiaknak, a Kakasdiaknak, illetve a harmonikás fiúknak, és persze a hajósi táncosoknak, harmonikásoknak, hogy ma este egy ilyen szép műsort tudtunk csinálni, úgyhogy mindenkinek jó szórakozást kívánok az este további folyamán. Is it getting muddy down? Yes, it's cold. Yes, it's cold. Yes, it's cold. Yes, it's cold. Is it getting muddy down? Yes, it's cold. Der Schluck hat jeder in der Wiede. Der Jede hat meine Hand. Der Jede kann sich alles in der Welt. Yes, it's low.
Danke sehr.